Az Európai Unió irányelvei szerint a felhasznált energia megújuló forrásokból származó arányát 2020-ra 20%-ra kell emelni. 2014-ben ez az arány 16% volt Európában, míg Magyarországon mindössze 9,5%. A hazai célkitűzés 2020-ra 13%. A svédek, az éllovasok a zöld energia felhasználásában az Európai Unió területén. Energia szükségletük több mint felét, azaz 52,6%-ot fedeztek megújuló forrásokból 2014-ben. Rajtuk kívül a lettek, a finnek és az osztrákok vannak 30% fölött. Itthon ez év februárjában adták át az ország legnagyobb naperőmű farmját. A mátrai erőmű 16 megawattos teljesítményű, fotovoltaikus rendszere mintegy 72.480 darab, egyenként 255 watt névleges teljesítményű polikristályos napelemből áll. A beruházás teljes bekerülési költsége több mint 6,5 milliárd forint volt. A naperőmű által megtermelt villamos energia mennyiség átlagos háztartás léptékben mérve egy kisebb várost, megközelítőleg 4000 fő háztartását képes ellátni zöld energiával. Klímavédelem tekintetében is jelentősnek mondható a fejlesztés, amely mintegy 24 ezer tonnával csökkenti a hazai szén-dioxid kibocsátást. Dr. Simon László, a Nyíregyházi Egyetem professzora a vendégünk. Jó estét kívánok, köszöntöm. Professzor úr, mivel magyarázható ez a nagy lemaradás az uniós országokhoz képest, és ne csak hozzájuk viszonyítsunk, hanem a kelet-európai blokkhoz képest is, hol tartunk? Hát ez egy összetett kérdés. Mi nemrégen jártunk kollégákkal Svédországban, és egészen közelről láttuk azt a fantasztikus fejlődést, sőt pár évvel ezelőtt Dániában, mely szerint folyamatosan jó ütemben állnak át megújuló energiaforrásokra. De a svéd kollégák őszintén elmondták, hogy ugye fönt a északi részen nagyon sok vízi erőműk van, tele van a erdővel, hát könnyű nekik, ugye az egyik megújuló a biomassa, amit jól ismerünk, a másik pedig a maga a vízi energia, tehát ennek a hasznosítását jó ütemben és megfelelően átgondoltsággal végzik. Na most nyilvánvalóan nekünk sincsenek rossz adottságaink, tehát a Kárpát-medencében sose becsüljük le magunkat, hajlamosak vagyunk sok mindenben alábecsülni a képességeinket. Egyrészt ugye a szürke állomány megvan hozzá, majd erről a vége felé a Nyíregyházi Egyetem képzéseiről szeretnék szót ejteni. Itt van rögtön a biomassa. Ugye közismert, hogy egy agráripari ország vagyunk, az összes biomasszának gyakorlatilag, vegyük például az erdőket, hogy 1,7-1,9 millió hektár erdősű területünk van, nem beszélve a majdnem 4 millió hektár mezőgazdasági területről. Ennek a biomasszának alig 20-25%-át hasznosítjuk jelenleg energetikai célra. Milyen intézkedésekre lenne szükség, milyen lépésekre ahhoz, hogy ez az arány csökkenjen? De ami még elgondolkoztató, ugye az előirányzott számok, hogy tulajdonképpen a különbség az nem fog csökkenni 2020-ra sem. Hát jól indult ez a történet mondjuk 10 évvel ezelőtt, de itt egy nagy paradigmaváltás volt, ugye a napi politikából tudjuk, hogy az atomenergia került előtérbe. Én nem vagyok energetikus szakember, de azt tudom, ugye józan észre is be tudom látni, hogy a nap, meg a szél, meg a biomassa az nem mindig áll rendelkezésre. A megújuló energiaforrásoknak az a közös jellemzők, hogy naponta akár többször képesek megújulni. A szél abba adja, a fújás aztán megint megújul. Egyébként ez a napenergiára vezethető vissza. Viszont kell egy olyan erőmű, ami állandóan működik. Ugye éjszaka is felkapcsoljuk a villanyt, ha nem süt a nap, vagy éppen néha már rendelkezésünkre szénenergia, vagy éppen egy biomassa kazán, akkor ez pótolhatatlan. Viszont van itt egy környezetvédelmi vonatkozás, ugye ez már vízcsapból is folyik, már tényleg kis iskolás tananyag, hogy ilyen ütemben a fosszilis energiaforrásokat nem szabad elégetni. Nekünk már 30 éve ezelőtt is azt tanították az általános iskolában, hogy kőolajból például sokkal-sokkal drágább lesz műanyagot előállítani, most filérekbe kerül egy flakon, hogyha ilyen ütembe pazaroljuk el. Tehát a kőolajat félre kell tenni, a szenet félre kell tenni, és rengeteg a környezetvédelmi vonatkozás, túl sok szén-dioxid kerül be a légkörbe, tehát akkor tudunk fenntarthatóságról beszélni, fenntartható fejlődésről, hogy szépen lassan, de biztosan mellőzzük ezeket a fosszilis energiaforrásokat. Az, hogyha ez a bizonyos 9,5% megemelkedik 13%-ra, az mit jelent majd a környezetterhelés csökkentésében? Hát ezt ki lehet számítani szén-dioxid egyenértékben, ugye, tehát nyilvánvalóan egy földünk van, globálisan gondolkodnunk, sok kicsi sokra megy, alapon kell ezt felépíteni. Van itt egy tévhit, hiába vagyunk mi Európában tiszták, jó, lemaradtunk, ugye 20-ak voltunk a megújulók
felhasználásában elhangzott, hogy a svédek meg az északi országok mennyire megelőztek minket, de föl csak egy van. Tehát mi hiába vagyunk tiszták, hogyha úgy fogjunk például biodízelt előállítani, amit a dízel gázolajba belekevernek, hogy kivágják az esőerdőket Maláziában, és biodízelt állítanak elő belőle nekünk, mi meg bekeverjük ugye a gázolajba, akkor gyakorlatilag ott teszünk tönkre a környezetet, mi meg azt mondjuk, hogy mi már milyen előremutató dolgokat végzünk itt, és milyen progresszívek vagyunk. Tehát ez egy összetett kérdés. Magyarországon és ezen belül Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, illetve a mi térségünkben milyen adottságok léteznek ebben a tekintetben, milyen kitörési pontjaink lehetnek, miben gondolkozzunk? Egyértelmű az agrárium, ugye másik az erdőgazdálkodás. Közismert, hogy Somogy után a legtöbb kis gazda itt van bejelentve, itt veszve fel a legtöbb európai uniós támogatást. Őket kell elsősorban oktatással és egyéb módon megszólítanunk, és megértetni azt, hogy nem csak a primer élelmiszer, illetve takarmány termelés a fontos, ugye itt nagyon sokan búzából, kukoricából, napraforgóból akarnak megélni, hanem itt van egy ilyen második, harmadik vetülete is az agráriumnak, tehát lehet ugyanazon a területen ad abszurdum energiát is termelni. Milyen arányban lenne célszerű ezt megvalósítani? Hát ugye erre azt mondják a szakemberek, ezt a piac dönti el, mert én mondhatom a gazdának, hogy kezdjen el mondjuk energiafűzzel foglalkozni, hogyha ez neki nem éri meg. Tehát kell hozzá egy átgondolt politika, kellenek hozzá támogatók, tehát nagyon értelemben, hogy lehívható pályázati források, és kellenek olyan végfelhasználók, mondjuk pici erőművek, amelyek 40-50 kilométeres körzetből a gazdától átveszik, megvásárolják, ad abszurdum akár a szalmát is, ha bár ezt nagyon vitatják, vagy éppen mondjuk a fűzaprítékot, vagy éppen a nádaprítékot is felhasználják. Van erre már jó példa Magyarországon? Hát nem csak Magyarországon, hanem itt a környékünkön is van. Ugye 2012-14 között az önkormányzatoknak ki volt írva egy komoly pályázati rendszer. Utána néztem, 1300 önkormányzat, illetve bocsánat, 700 önkormányzat 1300 biomassa kazánt pályázott, 300 aprítékolóval. Tehát vannak olyan kisebb, tulajdonképpen földgáztól függő önkormányzatok, ugye földgázárak azért mesterségesen vannak most viszonylag alacsony szinten, amelyek halamán felismerték azt, hogy az önkormányzati erdőkben, vagy éppen a környékbeli szántóföldek maradványait össze kell gyűjteni, és helyben kell felhasználni. Tehát a megújuló energiaforrásoknak a legfontosabb vetülete, hogy helyben kell megtermelni, és helyben kell felhasználni. Nem, a szállítási költség. A Nyíregyházi Egyetem hogyan tud hozzájárulni ennek a programnak a megvalósításához, sikeréhez? Képzésekkel, kutatással, fejlesztéssel, együttműködéssel? Igen. Is, tehát mindegyikben vannak előremutató dolgaink. Egy 10 évvel ezelőtt például az agrármérnöki szakon, ahol én tanítok, kötelező volt környezetgazdálkodást oktatni, tehát mi ezt tanítjuk, tehát rendes tananyag a megújuló energiaforrások fogalmát, vagy éppen egy rövidvágásfordulójú fűzőtöttvényt nem csak tanítunk a hallgatóknak, hanem meg is mutatjuk, hiszen rendelkezünk a Debrecen Egyetem helyi kutatóintézetével közösen egy mintafarmmal, egy kis minta kísérlettel, ez már 5. éve folyik fűzzel, de korábban akácfa kísérleteztünk, ugye itt a megyében sokan azt hiszik, hogy ez őshonos növény, vagy látszárókkal is, például náddal is vannak kísérleteink. És most szeptemberben indul egy új képzésük. És ami nagyon fontos, ugye haladunk a korral, a Műszaki és Agrártudományi Intézetnek 11 úgynevezett posztgraduális, tehát mérnöki diploma utáni képzése van, és az egyik az úgynevezett energetikai szakmérnöki képzés. Érdekes módon ezt pont a paksi szakemberek megkeresésére dolgoztuk ki, Ormos László kollégám ennek a szakvezetője, és szeretnénk ezt ősszel 3,5 éven keresztül oktatni, már végzett mérnök embereknek, hölgyeknek, tehát mindenkit nagy szeretettel várunk erre a képzésre. Professzor úr, köszönjük, hogy rendelkezésünkre állt ma este.